Az anyanyelv átadásában és ápolásában meghatározó szerepe van a családnak, hangzott el a koszorúzási ünnepségen. Az anyanyelvi ismeretet a családnak kell megalapoznia, és az iskolának kell folyamatosan fejlesztenie. A nyelv segítségével közöl az ember gondolatokat, ért meg másokat, szerez ismereteket. A nyelv teszi lehetővé, hogy társadalomban éljen. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az a legfontosabb, hogy egységesüljön a Kárpát-medence magyarsága. Ebben az egységesülésben a nyelv egyrészt úgy bontakozzon ki és alakuljon, hogy ezt az egységes szemléletmódot mutassa föl. Másrészt pedig nagyon fontos, hogy a helyi értékek, színek, sajátosságok, nyelvjárási vonások megőrződjenek. A koszorúzási ünnepség után megnyílt a nyelvművelő Arany Jánosról készült kiállítás. A tudományos tanácskozáson 8 nyelvész mutatta be kutató munkáját. Nekem nagy álmom, hogy minél többen ismerik meg ezt a csodálatos tudományt, a retorikát, és arra voltam kíváncsi, hogy a retorika tanítása során kell-e különbséget tenni a nemek között, vagy sem. A szervező véleménye szerint az emberek fontosnak tartják, hogy helyesen és szépen beszéljenek magyarul. Az emberek örülnek annak, hogyha föl tudnak figyelni arra, hogy valami szokatlansággal, a nyelvi normától valami való eltéréssel találkoznak, és szeretnének helyesen beszélni. Nos, nem mindig van erre módjuk, hogy megtanulják ezt, és hát nem föltétlenül pozitív példák vannak előttük. Kritikával szemlélik egyébként azokat az elhajlásokat, amelyeket a média is közvetít feléjük. A nyelvművelő napokat először 1970-ben rendezték meg. Kezdetben 2 vagy 3 évente gyűltek össze a nyelvművelők, a 90-es évek elejétől azonban minden évben megtartják.